Június 2-án emlékeztek meg a trianoni békeszerződés aláírásáról az iskolások Dombóváron egy közös énekléssel. Az eseményen több száz gyerek vett részt, hogy együtt énekelhessenek nemzeti színekben. Úgy gondoljuk, hogy a mai világban egyre fontosabb az összetartozás, az összefogás, és nagyon fontos a nemzeti tudat és a magyarságra való nevelés, és ezért iskolánk részéről volt egy ilyen kezdeményezés, hogy a nemzeti összetartozást egy olyan rendezvényen, vagy egy ilyen kis projekttel erősítsük meg, hogy a nemzeti összetartozás terén, annak a napja alkalmából az önkormányzattal és a Dombóvár iskoláival összefogva közösen elénekeljünk egy dalt. Ez a nemzeti összetartozás dala, ez a Szalka Tamásnak a Készfogás című dala, és itt nagy örömünkre a többiek pozitívan reagáltak, és az összes iskolából csatlakoztak a kezdeményezésünkhöz, 5 iskola vesz részt jelenleg ebben. Úgyhogy most izgatottan várjuk, hogy közösen elénekelhessük ezt a nótát. Az eseményen a város polgármestere Pintér Szilárd is részt vett, és elmondta, milyen fontos az ilyen és ehhez hasonló meghatározó történelmi eseményekre való megemlékezés. Ma született meg, és ezt köszönettel tartozom a városnak az intézményének, és kimondottan az Apáczy Csere János középiskolába igazgatórának, hiszen településen működő iskolák összefogtak, és egy olyan élőképet hoztak létre, amellyel azt gondolom, hogy büszkék lehetünk rá. Ez a hét egy kicsit sűrű volt a fiatalok életében, hiszen ezen a héten volt a kihívás napja is, és akkor is aktív résztvevő voltak, és minden várakozás meghaladóan 7700-an regisztráltak. Nyilván ez a mai 400-500 fő is nagyon szép létszám, és nagyon remélem, hogy június 4-én, amikor államtitkár úrral közös megemlékezést tartunk az összetartás terén, hasonlóan magas létszámmal veszünk részt. A Dombóvári Nemzeti Összetartozás terén a Trianon emlékmű mellett közel 500 diák állt ki elénekelni a Nemzeti Összetartozás dalát, így megemlékezve az első világháborút lezáró békeszerződés következményeként Magyarországot sújtó nemzeti tragédiára.